Thank you.
Hop-hop-hop! Köcs van már. A harmadik kolos. Rosszul csinálod. Keményen kell nyomni. Kinyomtam a belét. Kinyomtam? Mind a háromban. Nagyon jó, nyomjátok! Semmi nem történik úgyse! Na elfegyétek, bazd meg! Na de hát talán a művész úgy nem lehet! Mondtam, hogy ezt is ide tudnak állni. Normálisabban ide tudsz állni, akkor nincsen annyira kicentézve. Nagyon kellemes délután a Rally Rádió valamennyi hallgatójának és nézőjének, újra jelentkezünk a streamen, megérkezett az első autó, hiszen itt van Lucky és Fabrizio Pons. Hello, how are you? Fine, fine, thank you. Very difficulty for danger, curve.
corno, corno danger is very attention for me. Thank you, bye bye. Laki és Fabri Piti, a Ponsz van itt nálunk, a Lancia Delta integráléval. 4:50.0 a vége. Egyébként minden elégedettek voltak itt a versenyt illetően. Aztán utána már beszélgettek a navigátorral. Közben érkezik a következő autó, az Audi Quattro, amivel Cippo és Pisano érkezik meg hozzánk. Az időeredmény pedig 4:38.4. Oh yeah, yes, it's very good. Yes, well, we had a puncture in the last stage. We lost about 1 minute, so it's great. So in the stage, we broke the third gear, so we are without the third gear. Yeah. It's crazy, this rally. Thank you. Bye-bye. Az utolsó előtti, az előbbi gyorsasági szakaszon a váltójukkal volt probléma, mostanában minden rendben van végre. Most se teljesen tökéletes az autó, de 4:38.4-et autóztak. Itt egészen le a beíróig. Ők jöttek meg az Audival. Audi Quattroval. A következő autó pedig, hogyha minden igaz, akkor már Karl Wagner lesz. Így van, Karl Wagner, Wagner-Zauner páros. Grüß Gott, wie geht's dir? Ja, jetzt geht's gut. Auf der vorigen Sonderprüfung hat uns leider der Audi aufgehalten, 4 Kilometer lang hinter ihm nachgefahren, weil er einen Batschen gehabt hat. Ja, das ist mit einer Getriebeprobleme war. Ja, nein, alles gut. Bei uns sonst alles gut, aber das Auto ist okay? Auto okay, ja, passt alles. Ja, super, danke. Tschüss. Sajnos az előző gyorsasági szakaszon meglehetősen sokat mentek az Audi mögött. Éppen erről panaszkodott az előbbi versenyző páros, hogy a váltójuk tönkrement, ők pedig beragadtak megint megelőzni, nem tudták, kilométereken keresztül kellett, hogy kövessék a Porsche-val az Audit, ami műszaki problémában küzdött. Itt ezen a gyorson 4:46.2-t autóztak. Érkezik a BMW. Walter Jensen és Erik Pedersen érkezett meg hozzánk. Hello, how are you? All is okay? All is okay with the car? Yeah, all is good, all is good. Yeah, super. Yeah. Danke. Minden rendben van, azt mondják. Walter Jensen, Erik Pedersen páros van itt. 4:54.6-os időeredményt autóztak a BMW-vel, az M3-assal. Közben egy kicsit bogarászok itt a rajtlistában, ki az, aki megjött hozzánk, így van. Walter Jensen és Erik Pedersen jött meg hozzánk, Norvégiából érkeztek egyébként. A következő versenyző páros az Anders Johansen és Ingrid Jonsen páros lesz. Norvégia és Svédország a szülőhely. Appare, ja. Hello. Hello, how are you? Always okay? Everything is fine. The roads are fantastic. Fantastic. Yes. Super. Super fun. Thank you. Thank you. Bye-bye. Minden rendben van, minden fantasztikus. A Johansen-Jonsen páros, ők Norvégiából, Svédországból jöttek hozzánk, és hát így egy csomagolásban a Porsche-ban érkeztek meg ide hozzánk. Az ő időeredményük egyébként 4:50.8. Eddig a legjobb időt a kettes rajtszámú versenyző páros Cipóék az Audi Quattroval autózták meg, mert hogy az ő időeredményük 4:38.4. Érkezik a Porsche. Paolo Passutti és Giovanni Campeis jött meg hozzánk. Ja. Hello. How are you? All is okay with the car?
or not? You okay? Quite okay. Quite okay, yes. Thanks you. Passzotiék, rövid és velős választottak a kérdésre, hogy minden rendben a versenyen, meg hogy velők mondták, vagy úgy nagyjából. Azért az azt jelenti, hogy azért nem olyan felhőtlen az élet a Porsche-ban most valamiért. Egyébként 4 perc 56,2 jöttek. 4 perc 56,2 másodpercet autóztak. Ezen a gyorsasági szakaszon, az ezen a gyorsasági szakasz pedig az Árpád tető remeteré gyorsasági szakasz. Ami egy igazi pályautózós történet, legalábbis az elágazástól kezdődően, amikor onnan úgy lezuhannak így a hegyre, és onnan már tényleg szakadni lehet lefelé. Egyébként az a része, amelyik átmegy Árpád tetőre, az is egy nagyon technikás, nagyon kellemes, gyors, nagyon-nagyon jó egyébként ez a szakasz. Újabb Porsche érkezik. Pentti Väikkönen és Timo Jakkola érkezett meg a Porsche 911-essel. Az ő idő eredményük a 7-es rajtszáma autó 5064. Hello, how are you? We've been very, very, very happy, very happy. Very happy. Thank you. Hello. Nagy a boldogság az autóban, minden rendben van. Tehát Pentti Väikkönen és Timo Jakkola viszi tovább tőlünk a Porsche-t. 5.06.4-es időeredményt hagytak itt bent az aszfaltcsíkon. Ezen a gyorsaságén Árpád tető és Remeterét között. Éppen most hallottuk, az egyik versenyzőpáros telébe vert egy lassítót, ezek után randoltak az árokba, de állítólag ki tudtak jönni, és megérkezett az Alfa, az 1750-es GTA. Mekler páros jött meg hozzánk, én pedig már is nyomulok hozzátok. Szevasztok! Na, örülök, hogy látlak benneteket. Mi van veletek? Meg vagyunk. Minden oké? Most már úgy lassan úgy alakulnak a pályák is. Na, szuper. Ja, jó van ja. Akkor. Na, vigyázni a vasonban, nagyon szép. Köszönjük. Ciao. Szevasztok. Meklerék ideje pedig 5.02.1. 5.02.1-es idővel viszik tovább. Nagyon-nagyon szép Alfát. Mindahogy az előbb mondtam, ezek az autók egyébként nem csak a pályaversenyek világában voltak nagyon ott, és lehetett őket annak idején Magyarországon is látni, még a Népligetben, hanem a rali világában is nagyon szépen lehetett terelgetni őket, és egy igazi sikeres sportautó volt, de utcán is nagyon népszerű volt, és az egész autó felépítése arról szólt, hogy majdhogy nem tényleg a szágoldásra volt tervezve, és a versenyek világára volt tervezve az autó. Alig-alig kellett hozzányúlni, kovácsolt lengőkarok az első futóműben, egy nagyon-nagyon jól megcsinált hátsó futómű, nagyon jó súlyelosztással, és még az 1,3 literes fekvő Solexes Alfa is úgy szólt, hogy valami gyönyörűség volt hallgatni a motorját. Na de közben érkezett egy Porsche, és ennek is gyönyörűség hallgatni a motorját. Mert hogy megjött hozzánk Pagella a Porsche-val. 5.29.3-mal. Hello, how are you? Sì, ma non parlo inglese. No, tutto bene comunque. Ok? Ok. Thank you. Tehát minden rendben van, minden oké. Okay. Most már megvan a menetlevél, és mi majdnem elmentek menetlevél nélkül. Öt, 29-3-mal. Ők voltak az... Ja, a Porsche-val voltak egyébként az árokban, aki elmentek az előbb, mint ahogy utólag időt most mondták a sportbírók. Közben pedig Peltonen Sartor páros érkezett meg hozzánk. Hello, how are you? Fine, thanks. Everything okay. Nice stage. Nice stage. Yes. Very, very nice stage. Yes. Thank you. Minden rendben van, és ez egy nagyon-nagyon számukra tetsző gyorsasági szakasz. Mondhatnák, hogy ez egy gyönyörű gyors. 5.08.2. És mentek tovább a Toyota hátsó hajtásos verziójával. 1.3-as Starlet volt egyébként az az autó, ami itt volt. Most pedig érkezik egy BMW hozzánk. Will Graham és Michael Johnston jött meg hozzánk. Hello!
Yes. Well, all is okay? Yeah, that was good. Yeah, we changed to slick tires and we went quite well on that stage. We're happy enough with that time. That was good. That was good. Good stage. Thank you. Ez egy nagyon jó gyorsasági szakaszban maradtunk a végén, és minden rendben van tulajdonképpen velük. Will Graham. Will Graham és Michael Johnston hozta be hozzánk az E30-as M3-as BMW-t, az időeredményük pedig ezen a gyorsasági szakaszon 4:55.7 volt, ami azt jelentett, hogy azért sietősre vették, tehát ők komolyan vették ezt a gyorsot, hogy haladni kell rajta. Ez így rendben is volt. Az E30-assal jön a régi idők autó, ami tényleg a historik mezőnybe való, mert hogy a Rally Club Finland színeiben, a historik Rally Club Finland színeiben Sverre Norgard és Ari Kopponen érkezik majd egy BMW 2002-es TI változattal, ami ugye már nagyon sokszor elmondtuk a mai napon, de egy újszülöttnek minden vicc, hogyha esetleg most kapcsolódott be valaki a közvetítésbe, akkor ez egy fontos dolog, hogy ez volt a BMW sikerautója annak idején, ami pályaversenyeken és mindenhol iszony mennyiségű győzelmet hozott a BMW számára, és hát rengeteg vásárlót is természetesen, mert hogy nagyon népszerű autó volt egész Európában. Mindenhol, ahol a nyugati autókhoz hozzá lehetett férni, ez a 2002-es TI változat, ez egy sikerautó volt, és meg is érkezett ide hozzánk. Ő egyébként egy ilyen aránylag békésebb jószágnak tűnik, pedig a szélesítések rajta vannak, tehát Sverre Norgard és Ari Kopponen érkezett meg hozzánk. Hello! All is okay with the car? Everything is okay, and this is a very fast stage, and the previous one have been very slippery. Yes, this is very fast stage. Yes, yes. You can see the car, but the nice stage. Rally, fantastic rally. Yeah, super, thank you. Egy nagyon-nagyon jó verseny, nagyon jó gyorsasági szakasz, nagyon gyors gyorsasági szakasz, azt mondták. Igaz, hogy helyenként csúszik is egy kicsit, az ő időeredményük egyébként 5:45.2 volt, és közben megérkezett hozzánk a Ford Escort is. Én pedig már is bent vagyok náluk, nézem az idejüket. Hello, how are you? All is okay? Yes, very good. Very nice stage that. Very, very fast. Even in a little car. No, oh, is this a very good car? Is this? And very nice car. Hello. Bye bye. 5:21.4-es időeredménnyel jöttek le, mondták, egy nagyon jó gyors, és tulajdonképpen valóban egy gyors gyorsasági szakaszról beszélünk, egy nagyon gyors gyorsasági szakaszról. És mondták, hogy ez egy kis autó, de hát azért megdicsértük, hogy ez egy szép autó, mert egyébként tényleg egy marha szép autó. Ezt nagyon-nagyon jól megcsinálták annak idején. És megérkezett hozzánk egy Alfa Romeo, méghozzá a magos rónai páros. Hossza hozzánk ide az Alfát, én pedig már is megyek be hozzájuk. Szevasztok, na mi újság van veletek? Isteni ez a pálya itt. Ja, tényleg jó ennek a kocsinak. Ja, ez állat egyébként, ezt úgy lehet tolni itt végig. Erről túléljük utána, hogy ezt élvezzük. Azért azt próbáljátok meg. Na csáó, szevasztok, vigyázni rá! Magos Rónai páros 5:14.0-val viszi el az Alfát. Az első körben egyébként rendesen letették az autónak a hátulját, meg egy kicsit az elejét is úgy lehet látni, hogy azért van némi fénysérülés ott a hátsó kötélemezen, meg az első kötélemezen is, még ott a dobálós, kátyús, mindenféle első-második gyorsasági szakaszon, bár az igazán még az első gyors volt annak idején, mert ugye a második az kikerült, mert hogy ott eldobálták az autót, és aztán így kivették az etapot. De az első gyors azért elég rendesen megrostálta a historik mezőnyét is, mert hogy azért mindenki úgy jött ki, hogy azért itt egy kis horpadás, ott egy kis horpadás, mert hát azért mindenki sírdolgált egy kicsit rajta, hogy hát az azért nagyon-nagyon nehéz gyorsasági volt. De ezt elemben mindenki élvezi. Most már talán nem csúszik annyira, reggel azért még, akit úgy kérdeztünk, azok is mondták, hogy hát azért itt a vizen van kaland. De hát nem tudom most mi a helyzet bent a gyorsasági szakaszon, bár az előbb, akik jöttek, éppen mondta az egyik páros, hogy nagyon gyors-gyors, de hát helyenként csúszik is rendesen. Úgyhogy látszik azért még mindig van kaland, bár egyébként alaphelyzetből valamiért olyan aszfalt is van helyenként. Láttam egy-egy ilyen javítást, amikor itt átgurultunk a gyorsasági szakaszon, aminél hát a féktáv úgy elég érdekesen alakul, mert az ember azt hinné, hogy jó kis érdesített aszfalt, majd az ember úgy megtiporja a féket,
úgy megy az autó tovább egyenesen, mint a szél, tehát onnan menekülni kell lefelé, elengedni mindent, húzni befelé onnan, és aztán nyílgázon tovább, mert ott már csak a gázadás segít, tehát a gázelvétel nem nagyon ilyenkor. Na de nem okoskodok tovább, csak azért dumáltam ennyit, mert hogy jön a következő autó, hátulról már hallani a hangját, úgyhogy azért meg is nézem. Egy darab piros Porsche érkezik. Leltári száma 18-as, és Fiorito Carlo és Pastorino Angelo ülnek az autóban. Hello. Hello. Is okay with the car? Yeah, it's okay. Everything okay. Well, this is special stage is good. Number one and number two are a little bit dirty. Hello. Carlo Fioritoval és Angelo Pastorinoval beszélgettünk. Abban maradtunk, hogy ez egy nagyon-nagyon jó gyorsasági szakasz. Az első kettő kicsit rosszabb, és akkor nagyon finoman fogalmaztak. De egyébként meg az autóval minden rendben van, és tulajdonképpen jól érzik magukat, de az első két gyorsasági az azért maradandó nyomot hagyott bennünk is, maradjunk annyiba, de hát ez egy igazi rally gyorsasági, olyan, amilyen lennie kell. Sár, aszfalt, töredezett, kátyús, dobál, tele kanyarral, keskeny, egy autó szélességű. Ha az ember elrontja, akkor már lent van az autó hátulja az árokban, vagy az eleje, ami az ármos könyv szerint annyira jót nem szokott jelenteni. Na de itt meg lehet jönni egy ilyen jó kis pályautósat, és érkezik a 2002-es BMW. Na ebben a színben egyébként nagyon-nagyon ismerős, ilyenben sok volt annak idején. Ez valahogy valamilyen ilyen gyári jellegű beütés volt. Elias Kvitila és Timo Tuominen érkezett meg hozzánk Finnországból. Hello! All is okay with the car? Yes, everything is okay. Fine. Super. And this stage? Yes, that's the best. Yeah, fast and best. Thank you. Bye-bye. Mondták, hogy minden rendben van a BMW-vel, jól bírja a gyűrődést, ez a gyorsasági pedig a legjobb gyorsasági szakasz. Abszolút, mind ahogy megtudhattuk. Tehát nekik is bejön ez a gyors, de hát ez igazán egyébként tényleg egy ilyen jó pályautós. Gyorsasági tempósan lehet menni, aki bevállalja, az el is tolja rendesen, és megérkezett a nagy marhavas, az öreg Volvo, ami egyébként jó nehéz terelgetni, és az előbbi idő 5.46.1 volt. A Volvo-val jöttek a 20-as sajtszám autóval, 5.37.4-et kérem szépen. Yes, is this very good? Yeah, hey, congratulations, it's good, yes, super. Yes, the big, yes. And with the car, all is okay? Yes, everything's okay, yes. And this stage is good, yes? Yes, we like this stage. You'll see. Thank you, bye-bye, hello. Na, hát kérem szépen, az öreg Volvo-val. Volt is boldogság az autóban, tényleg nagyon rendesen letolták az öreg vasat. 5.34 héttel. Nem egyszerű egyébként teregetni, tolja az elét, mint az állat, és amikor éppen nem tolja az elét, akkor keresztbe megy. Ez a Volvo? Éppen arról beszélgetünk itt, most azért volt a kérdés csak, hogy várjál, csak mindjárt mondom neked, 1966 környékén jelent meg ez a verzió, hogyha jól tudom. És ezt hívták aztán Amazonnak. Ez volt a Volvo Amazon. Egyébként a következő időnk 5.36.5. És ez már a Ford Escorthoz tartozik, mert hogy James Potter és Karen Graham érkezett meg hozzánk. Ja, yeah. Oh, thank you. I'm sorry. Yes. With the car, is okay? Yes, car is fine. Yes. Yes, it's first time driving it, so yes, enjoying it. Good fun. Super. Good fun. Yes. Yes. Very good. And this stage is very fast. This stage is fast. Yes, I could have been faster, but it's not my car. Yeah, yeah, it's a very good car. Yes, yes. I don't want to damage it. No damage. Hello, bye-bye! Egy nagyon jó gyorsaság, és valóban nagyon gyors. Egyébként érdekes, ők is azt mondták, hogy ez egy kis autó ide erre a gyorsaságira, de hát ez pont nem egy kis autó erre a gyorsaságira. Mellette pedig, ami ugye fontos információ volt közben, hogy más autóját nem törjük össze. Közben az időt lesegettem itt egyébként. 5.36.5-tel jöttek le a kölcsönautóval. Ez pedig egy 5.54.8-as idő a Bogárral.
James Calvert jött meg hozzánk. Hello. With the car, all is okay? Yeah, the car's okay. We could just do with more power because it's a very old car. But we're through the first day, so yeah. We have tomorrow. Mm-hmm. And hopefully we go for a finish. Yeah, thank you. It's been good fun. Thank you. Hello. Bye-bye. Szóval abban maradtunk egyébként, hogy ez a Volkswagen Bogár nem egy mai darab, és hát jó lenne, hogyha lenne benne még bőven erő, de hát a lényeg az, hogy beérjenek a célba, tehát számukra ez a legfontosabb jelen pillanatban. És egyébként egy ilyen bogarat látni itt a versenypályán, az valami tényleg egy igazi retro élmény, mert hogy hát azért ne felejtsük el, hogy ebből az autóból több mint 15 millió darabot építettek, és majdnem ráment a Volkswagen gyár annak idején, amikor ezeket csinálták, mert hogy már régen túl volt mindenen ez az autó, amikor még mindig a főnökség azt mondta, de a Volkswagent, a bogarat nem szabad abba hagyni, ezt gyártani kell, pedig akkor már mindenki látta, hogy nagyon-nagyon lefelé megy, és csak veszteséget termel. Aztán utána itt abba hagyták, és akkor jött a Golf, az új generáció, ami aztán megint megalapozta a Volkswagennél a következő jó egy-néhány évtized sikerét és a pénzügyi bevételt, és egyébként ezt az autót még Brazíliában nagyon sokáig gyártották. Egy Lada érkezik, ők Vilniusból jöttek. A Matic Maslenikov páros érkezett meg hozzánk. Az időeredményük 6:41.3. Matic Maslenikov páros Aladával. Nagyon-nagyon közel áll a szériához egyébként. Ahogy nem tudom, én ugyan még nem kukantottam be a motorháztető alá. Némi szívózajt egyébként hallani, nem vagyok benne biztos, hogy nem azt csinálták ők is, amit mi annak idején, hogy körbevágták a légszűrőt, de aztán az is lehet, hogy valamilyen harcosabb motor van benne, a kipufogóban mindenképpen belenyúltak. De ránézésre nagyon-nagyon közel áll az autó a szériához. 21.01-es Lada egyébként, amiről beszélünk. Egyet lapoztam, ami azt jelenti, hogy most már Meckler Laciék jönnek majd, Meckler László és Meckler Mikó Edit. Az Alfa Romeo 1750 GT Ammal. Ha minden igaz. Ja nem, ők már voltak. Persze, hogy voltak, hát beszéltem velük. Ja, igen. Nem, itt kicsit érdekessé vált a rajtlista, mert hogy kétszer van a két oldalon ugyanaz. Magos Péterék is voltak, már Birtman Feri kéne, hogy jöjjön ezek szerint. Igen, Birtman Feri kell, hogy érkezzen hozzánk. Igen, mert az a 9-es rajtszám autó volt, amiről beszéltem, csak itt pont egy ilyen átfedés van a két oldal között. Tehát Birtman Ferenc és Kerekes József kell, hogy érkezzem a Ford Escort MK2-essel, ha minden igaz. 24-es, 25-ös, leltári szám szerint éppen nekik kell jelentkezni. Most már hallani a Benito motort bent az erdőben. Nagyon remélem egyébként, hogy minden rendben van Wirtmann Feriék autójával. Egyébként a Benito motornak valami egészen extrém hangja van. Szédületesen forog, és hát közel 300 lóerős autóról beszélünk, tehát ha valaki esetleg lemaradt volna, már elmeséltük. De... És Feriék pedig nagyon-nagyon jól terelgetik ezt az autót. Wirtmann Feri egyébként valamikor a 70-es évek környékén kezdte el a versenyzést, és mindig is a sikeres autóversenyzők közé tartozott, sok-sok bajnoki címmel. Egyébként érdekes módon az akkori neve és az egész magyar mezőnyben még a régiek mind a mai napig úgy ismerik, hogy a Dzsubás, mert hogy egyszerűen imádta azt, amikor az autó kerekei alatt sár van, murva van, lazatalaj van,
és valamilyen fergeteges autózást adott elő, hogy egyszerűen rajta ragadt ez a név, mert hogy Juva függő volt. És éveken keresztül, mondom, nagyon komoly sikereket értek el. Természetesen volt benne egy-két látványos esés, és többek között éppen az egyik kaszkó rallin annak idején, amikor a lábatlani gyorsaságén lábatlan irányából lefelé az elágazásnál valaki kiütötte a támpontnak beírt kanyar előjelző táblát, és hát a navigátor arra várt, hogy majd megjön a tábla, és bemondja, hogy akkor itt most T-ben elágban elmegyünk, de hát ez egy éjszakai gyorsasági volt. És ahogy bevilágította a fényszóró a bukkanó után az utat, akkor lehetett látni, hogy ott már csak egyenesen lehet repülni a mezőre. Na, ott úgy rendesen elrámolták az autót. Na, nézzük az időt. 25-össel 4:42.9-es időeredménnyel. 4:42.9-el. Wow, nagyon jó. Gratula. Ez haladós volt. Ez nagyon. Hol álltok? Most ott is csúsztam, hol eddig soha. Nem lesz úszni. Szevasztok! 25-ös rajtszámmal itt vannak Wirtmann Feriék 4:42.9-es időeredménnyel. Azt nézem, hogy ez a második idő, hogyha jól látom. Bezonyám, második idő, kérem szépen. 4:42.9. Feriék megautózták a második időt. Nagyon-nagyon szép volt. Hihetetlenül szép időt autóztak le ezen a gyorsasági szakaszon. Szólt is rendesen az erdőbe az autó, mondjuk, tehát nem úgy tűnt, mintha túlzottan el akarta volna Ferét a végén már venni a gázt, tehát úgy, hogy a nagykönyvben meg van írva, letolta egészen a beíróig, kalapács város jött meg, fekete sárgában, Opelben. Szevasztok! Na, mi van veletek? Jó, egy kicsit itt Magyarországon versenyezni. Idén még láttunk. Idén ez az első versenyünk, hát teljesen más, mint ami itt idén volt. De jó megint itt lenni, és jó, ezt a pályát meg különösen szeretem. Ja. Ez jó. Jó, gyors. Aha. Lehet rajta tolni. Most már lehetett, jaj, nem csúszott. Tényleg így, már felszáradt rendesen, mint ahol. Jó, most már. Jó van. Elején volt egy pici, még talán egy-két helyen, de azon már át kell tolni. Hát jó. Na, ciao, vigyázzatok, szevasztok! Időeredmény 5:10,7. 5:10,7, és viszik tovább az Opel Kadett GT-et. Kalapácsik, akik egyébként ebben az évben Magyarországon, hát leginkább csak Budakalászon voltak jelen a kocsi fesztiválon, mert hogy oda elhozták az autót, de velük se tudtam találkozni, tényleg csak az autó volt kiállítva, mert hogy az Európa-bajnokságban mennek végig, és hát egyébként egész jól szerepelnek, tehát azért azt tegyük hozzá. Úgyhogy azért reméljük, hogy egy kicsivel többet látjuk majd őket itthon is. Gondolom, ha a büdzsé engedni, akkor mennének itthon is, meg kint is. Bár nagyon sok esetben van összecsúszás. Fehérvári Csabiék autója érkezik hozzánk. Az előbb annyira nem voltak boldogok. Valami kehéje volt az autónak. Fehérvári acélpáros van itt. Mi pedig beszállunk hozzájuk a bódéba. Idő eredmény 5:24.1. Szevasztok! Na, most már jobb a kedvetek? Hát ez az árpettető, azért ezt felszúrtuk a kedvelet, úgyhogy ennél úgy érzem, most fölfelé nagyon gyorsabban nem nagyon tudtunk volna jönni. Aha. Úgy de érzem, lefelé sok meg minden. Jól megy. Tessék? De lefelé jól megy. Lefelé is, ha igen, azt nekünk az kicsit egyszerűbb, mint fölfelé, ugye, motorerő hiány, úgyhogy... Tényleg mennyi ló van benne nagyjából? Ez 120 lóerős. 120? Igen, hát ez egy ennes motor, úgyhogy... Jaj, de a futóműve nagyon jó. Na, elengedünk. Köszönöm. Vigyázni rá, szevasztok! Ennes 120 lovas motyó. Egyébként még nagyon szépen terelgeti például bent a tegnapi körön. Spindler Csizmadia páros érkezett meg hozzánk. Leltári számok 27-es, 5:13.0-val. Szevasztok! Na, milyen? Jobb. Tényleg azt mondom, jobb. Jobb, jó helyen is állunk. Be kell osztani, úgy érzem. Hát azt hiszem, abszolút harmadik helyen a magyarba. Ez a cél. Kategóriát azért vezetjük, meg a korcsoportot, de most nem, tényleg sokkal jobb az autó, és ha nem is sietek is, ilyen időket jövök. Jó, hát nyomom.
Na, de örülök, hogy rendben van minden veletek. Szevasztok! Spindler, Csizmadia páros viszi tovább a jó kis korzát. GSI, Korza GSI. Nagyon jó kis cucc egyébként, és mind a mai napig egyébként, ha hiszik, hanem olyan jót lehet vele autózni. Onnan tudom, egyik ismerősnek van egy ilyen, és az Istenért nem akar megválni tőle. És nagyon-nagyon jól autózható szerkezet, de még az utca is, tehát az alaphelyzetből a GSI egyébként azért egy mérgezett egér, tehát jól lehet vele autózni, ebben még egy kicsit bele is piszkáltak, úgyhogy teljesen rendben van. Az idő itt pedig 5 perc 13 nulla lett. Kicsit elbemúltam, a táblán néztem ám az időket. Szerintem sétáljunk át, nézzük meg mi is az időket, mutassuk meg a nézőinknek így egybe az egészet, és akkor lehet egy kicsit mazsolázni rajtszámok alapján is, hogyha valaki nyomon követi, és jegyzel, hogy ki hol is tart. Mindenesetre az egy nagy boldogság mindannyiunknak, hogy Virtuán Feriék csináltak egy második időt, tehát az egy nagyon-nagyon fontos dolog. 4.42.9-es idővel. 25-ös rajtszámmal, 4.42.9-el. De ez a gyors most összejött nekik. Hát azért rendesen határon autóztak, azért azt mondta, hogy azért ez úgy... Ja. Hát egyelőre most nem hallom, hogy az erdő túlzottan zengene. Na, most már visszavonom, mert valami jön. Eljárat? Volt olyan egyébként, amikor átengedték a buszt egy-egy gyorson, annak idején. Ja, igen. Egerben aztán, amikor Kazáron is volt, amikor átjött a busz a gyorsasági szakaszon, hát mondjuk megvárták, amíg mi lemegyünk. De volt ilyen. Kettő darab kerek lámpa érkezik egy ladára szerelve. Rácz hetesi páros jött meg hozzánk. 5.25.9-es idővel, ami egyébként egy ilyen ladával egy igen tisztességes idő. Szevasztok! Na, mi újság? Na most ez azért jobban tetszett, de azért még maradt benne így is. Ja. De azért tetszett, ez jó volt. Azért van itt olajszag, fékszag, minden van most. Igen, igen, valami kis füst jön. Ne fogd az autóra, ne fogd. Leömlünk, lelazulhatott, vagy valami szitu van vele. Remélem csak ennyi lesz a baj. Dobtad neki, mert ez annak a szaga. Igen, kellett nagyokat fékezni a talassítóknál. Köszi. Szevasztok. Rácz, hetesi páros. 5.25.9-et jöttek le a ladába. Jó kis ennes lada. És egyébként ez az 1003-as verzió. Ezt onnan lehetett tudni, hogy ez a hátsó lámpa, ez más volt, mert a hátsó lámpában volt egy fény visszaverő, és ez a verzió, ez ugye kapott egy olyan tolató lámpát, aminek lapos volt a műanyaga, az 1002-esre is tettek olyat később, de azért egy ilyen kis háromszög bele volt nyomba, és amikor valakinek volt egy ilyen zsiguli, akkor lecserélte a két hátsó lámpát, lecserélte a tolató lámpát, és hát csodával határos módon már is volt egy olyan ladája, ami hát legalább 20 000 forinttal többet ért, mert hogy hát ilyet nem lehetett annak idején csak úgy venni, mert kellett éveket várni rá, sőt, mi több, amikor megjelent ez az 1003-as változat, és már nem 1002-es volt, akkor ez meg aztán mind a cukor úgy fogyott, tehát vitték, de hát akkor is ott volt a 3-4-5 év várakozási időre. Így aztán mindenki úgy csinálta régiből új autót, hogy lecserélte ezeket a lámpákat, sőt, mi több, elől is az 1002-es ladának egy ilyen kicsit háromszögletű volt a műanyag búrája, és az 1300-as ott is elő lapos műanyag búrát kapott, ami hát valami csodálatos dizájnt jelentett a Lada világában, és hát ilyenkor mindenki meg volt őrülve, és mindenhol keresték, sőt, mi több volt, amikor már után gyártott alkatrészek is készültek ilyen lámpa búrákból, mert hogy olyan nagy volt a kereslet iránta. Na ez egy kis Lada történelem volt csak a régmúltból, mert hogy ilyen is volt.
5.25.9-et jöttek le egyébként a ladával még egyszer, 32-es rajtszámmal. Ami egyébként egy tisztességes idővel az autóval. Tehát azért tologatták, hogy egy kicsit körülnézünk ott a táblán, ahol föl vannak rakva az idők. Azért ez nem a rosszabb idők közé tartozik. Egyelőre most béke van, legalábbis így akusztikailag semmiféle behatás nem ért minket, tehát nem hallom, hogy jönne lefelé autó a gyorson. Egyes autó is megérkezett hozzánk, a 31-es autó, a Suzuki Swift, Szőnyi Péter és Váradi Zoltán. Ők görgetik le hozzánk a régi kocka Suzuki Swiftet. Szőnyi Péter, Váradi Zoltán, leltári számuk 31-es, 5.54.9-el. Szevasztok! Mi újság a bódéban? Hát, köszönjük szépen. Kis fék problémánk van még mindig. Így az előző gyorsan ez komolyabb problémának bizonyult. Itt azért úgy érzem, hogy átjöttünk, ahogy tudtunk. Bízvában, hogy valahol megáll időnként. Igen. Igen. Úgyhogy remélem, hogy... Nem erősíti a hitet. Igen, remélem, hogy annyira nem lett rossz az időse. Ja, most már hűl egy kicsit, de még süt a nap. Igen, köszönjük szépen. Egyébként nem, mert 5.30. Köszi. Na, szevasztok! Szőnyi Péter és Váradi Zoltán, rajtuk pedig a Volkswagen Golf GTI változata. Trexlerék jöttek meg, Trexler Gyurcsik páros. És egyébként kimondottan szépen meg van építve az autó, tehát nagyon-nagyon jó ránézni. Az időeredmény pedig 5.38.6, szasztok. Mi újság a bódéban? Jó, minden jó, örülünk neki, haladunk, megyünk, tök jó. Működik az autó. Ja, igen, ez fontos. Igen. Akkor ez maradjon így. Így van. Ne zaklasd. Igen. Szeva. Hello. Trexler Gyurcsik páros. Kis öröm is öröm, működik az autó 5.38.6-os időeredménnyel. Gördültek ki tőlünk. Egyébként tényleg nagyon szépen megvan csinálni, olyan pöpecsel, nagyon jól áll, nagyon rendben van, tehát tényleg látszik, hogy nem kevés melót fektettek ebbe az autóba, hogy ez ilyen szép legyen. Alaphelyzetből is egy jó autó volt. A GT alapjait azért ott már letette a Volkswagen. Ketten is érkeznek hozzánk. 37-essel Orosházi Kispataki páros jött meg a Suzuki-val. Szevasztok! Mi újság veletek? Ez most jó volt, kéne még legalább három a mai napra. Hát, igen, szépen. Akkor jó lenne egészen. Megdumáltuk. Lesírozunk nektek. Rendben van. Szevasztok! Hello! 37-es rajtszámmal 5.58.8, 29-essel pedig 5.03.6-tal rajtuk a VFTS-sel. Zsírpapáék, zsíros mészáros páros, akiknek baromira örülök, mert azt jelenti, hogy nagyjából megvan minden gang. Most minden sebességünk megvan, és hallod, kurva jó volt. Olyan jó érzés volt most teligázzal lejönni, hallod? Egyszerűen kész vagyok. Az egész napot elfelejtettem, hogy mit szívtunk össze, de most ettől teljesen kész. Mi volt a baj egyébként? Hova tűnt a sebesség? Beragadt egyesbe. Aha, elgörbültek a villák, beragadt egyesbe, nem tudtunk mit csinálni vele. Váltócsere volt? Aha, megcsinálom, nem, váltócsere. Csere? Azért késtünk be 6 percet, azt ben vagyok a Suzuki mögött, és mindig utolérem sajnos, de hát ez van. Annyira agresszív vagy. Nem, mert most már élvezem, hogy megyünk. Szevasz! Ciao. Zsírpapáik mennek tovább, zsíros, mészáros páros. Boldogság van az autóban, megvan minden sebességfokozat. Időeredmény 5.03.6. Haladós volt, egész szépen leküldték. Hát gondolom a nézők is egyébként, ahol olyan helyen álltak ott, azért nem biztos, hogy ott maradtak, amikor meglátták, hogy széltébe hosszába érkezik, mert ő azért tud olyanokat, hogy kilincsel előre, aztán fordít, és a másik kilincset is küldi előre.
Egyébként, ha már itt tartunk, hogy mikor szaladtak és mikor nem szaladnak a nézők. Annak idején Hideg Janék voltak olyanok még a hőskorban, hogy amikor meglátták őket a nézők a gyorsaságiban, a hosszú egyenes elején, akkor általában mindenki elindult, szaladtak szana szét, mert tudták, hogy ő jön mindenhol, de megjött az üveges világi páros is. Szevasztok! Na, boldogságban? Persze, persze. Úgy néz ki, hogy be tudjuk fejezni a napot, ez már nagy haladás. Ja, egyébként rendben van? Rendben, persze. Nézd meg, olajnyomás rendben, víz rendben, minden rendben, úgyhogy... Hát így, hogy ilyessel leragasztottad a mutatókat, hogy ne mozogjanak? Persze, oda van ragasztva, igen. Egy kicsi motorerő lehetne, egerbe szétbombáztuk gyorsan a motort, mikor volt egy kis probléma, aztán egy kis vezérlés gyújtást kéne állítani, a 6500-nél többet nem forog, de legalább nem forgatjuk szét. Ja, hát ez is egy elmélet. Na, akkor legközelebbre állítgattok majd. Na, ciao, szevasztok! 38-assal 6-06-9-el, de lehozták a szamarat. 5-4-be adhattal, kérem szépen, totyáik itt vannak 39-essel. Na, megtáltosodott a vas? Nem tártosodott. Rosszul mérték. Ez biztos így van. Ez egy 50 éves autó, ez már nem tud megtáltosodni. Előzőleg mennyi volt, azt nem tudod? Azt nem tudom, mennyi volt előbb, de jó. Jó van. Előről jól nézett ki? Jól, persze, hát most már szárad az út szerencsére. Jaj. És hát így aztán ez is megy, tudod, lefelé meg főleg. Lefelé meg aztán pláne. Ja. Ciao, vigyázzatok magatokra, szevasztok! Tóth István viszi tovább a Skodrit. Tóth Bruckner páros vendégjátéka volt nálunk, 39-es rajtszámmal, 5-46-6-os időeredménnyel. Ha minden igaz, akkor Lukács Zsoltot és Borsfai Dávidot várjuk majd a Skoda 110 rallival, mert hogy van még egy ilyen hasonló formátumú Skodánk a mezőnyben. Ők egy kicsit más fényezéssel érkeznek. Totya az elmaradhatatlan zöld színű Skodával, mert hogy a Totya zöld, az zöld, kérem szépen, az ennyi. Mondhatnánk azt is, hogy Totya zöld színű Skoda. Mert hogy ezt szerintem, hogyha a Skoda gyárban még létezne ilyen szín, akkor ezt már felvették volna a palettára. Annak idején nagyon-nagyon sok sikert hozott a márkának. Hát igen, jól terelgették ezt az autót, hát manapság gondolom azért nem akarja megülni, hogyha nem muszáj gyorsról gyorsaságira. Érkezik a 110R változat, ez a Skoda 110 Rally. Lukács Borsfai páros hozta meg hozzánk, és rajtuk pedig Auszmanék a Moszkvicssal. Szevasztok, mi újság veletek? Nagyon örülünk neki, hogy itt vagyunk, nagyon szépen jöttünk lefelé, azt mi nagyon szeretjük, mert akkor visz a lendület, de hát persze felszáradt, ami a legfontosabb, és is jó volt. És megvan a Pécsvárad is, ami azért komoly feladat volt, de az is jobb lett, én azt hiszem, délutára, mint amire számítottunk délelőtt. Szuper, és szép az autó is. Köszönöm. Na, ciao, szevasztok! Lukács Borsfai páros 40-es rajtszámmal el, Auszmanék pedig meg, 41-essel. Mindjárt nézzük az időt, Auszmanék ideje, 6.04.8, szasztok. Na, haladtatok? Igen, igen. Fényével jobb az autónk, mint volt. Igen? Aha. Sokkal dinamikusabb az egész. Nagyon élvezzük. Igen, nagyon örülök neki. Mennyi van most már benne? Hát most már 200 km-re több. Jaj. Igen, már. Igen, már sem följebb tekertem egy 1000-essel a fordulat számérőt. Igen, igen. Jó, most már 3500 km. Múltkor is akkor lett a baj. Na, ciao. Sziasztok! Hello! 41-essel Auszmanék mennek tovább. Sokkal harciasabb lett az autó hangja egyébként, mint tavaly volt, ez tény és való. Mészáros József és Mester Ferenc, nem lehet benyúlni az ablakon. Elrontották. 6-0-2-4-et jöttek. Haladós volt. Igyekeztünk. Igyekeztünk. A szélvédővel gyorsabb. Sokkal. Igen, nem jönnek be a darazsak. Ja. Ez ilyen. Autó bírja? Bírja. Most itt már a végén a féken volt baj, de az előző gyorsan a felétől nem volt. Ahhoz képest tök jó. Köszi. Bocsá, sziasztok. Mészáros József, Mester Ferenc. Magyarország Trabanttal. És mennek el.
jó kis trabicseket. Mert mint tudjuk, ugye Trabanttal szállni élvezett. Aztán utána még kell, hogy jöjjön Nagy Tamás és Halász Szabó Anett a 402-es Rally Moszkvicssal, ami aztán tényleg egy igazi időutazás, és ha hiszik, ha nem, ennek tényleg volt rally változata annak idején, ennek a Moszkvicsnak, ami mostan jön, ha jön. De csak jön. Egyébként pedig Auszmanék Moszkvicsa, hogyha egy kicsit belenézünk itt a történelembe, ezt már sokszor elmondtam, azért ennek a gyári eredeti változata az van, hogy bitang autó volt, tehát azzal nagyon komoly nyugati márkákat vertek le a Bolsik testvérek többek között. Nagy halászpáros jött meg hozzánk. Az annyira szép Moszkvicssal, hogy nagyon. Szevasztok! Mi újság van? Meg vagyunk, király. Ez az egyébként jó hangja van. Érünk, hogy kiremkéssük a utolsó etapot, mert a múltkor azt majdnem kikéstük. Ha kiremkéssük, akkor a mai napunk azt talán meg lesz. Autó nagyon jó. Hát az előző gyors azért az most már kicsit necces szerintem. Annyira szembesüt a nap. Aha. És szóval most hát kurvára csúszik. Most nem csak a sár csúszik, most már az egész. Tehát ja. Egyszer majdnem el is úszott, úgyhogy ugye a legelső, vagy nem a legelső, nem az, ebbe a körbe az első, ugye be is estünk, akkor kiszedtek a nézők. Ez meg nagy bázli volt. Tényleg egyébként csináltatok valamit a motorral, mert szerintem nem tudom, mint hogy a jobb hangja lenne. Hát lehet kopik el. Nem tudom. Nem, semmi, mert kristálytiszta az olaj benne, semmi baj, és nem tudjuk, hogy mi van, bár... De olyan szép hangja van, meg valahogy valami jól forog, tehát most néztem tegnap nem, a dologon. Nem tudjuk, hogy mi van vele, nem akarsz éjjel menni, Metabond szerintem. Az használt neki. Az Na, szevasztok, ciao. ...43-assal, Nagy Tomiék ide akkor 6, 50,6, és ezzel most akkor a historik mezőnye elfogyott, és egy nagyon rövid szünetre elmegyünk. Addig is mindenkinek további kellemes rádióhallgatást, aztán jövünk vissza, mert hogy érkezik a Rally egy mezőnye. Éves a Duna Auto ZRT. A város, ahol 17 márka modellkínálatából választhat. A hely, ahol 18 márka szerviz, bérautó, leasing vagy kaszkó szolgáltatás, sőt még karambolos javítóüzem is várja egyéni vagy akár vállalati ügyfeleit. 30 éves a Duna Auto, az autóváros. Valódi szakértelem 1989 óta. Mert nekünk az autó bizalmi kérdés. A Hyundai-nál a jövőt építjük. Ezért alkottunk olyan autót, amely után megfordulnak, bármerre is jár. Maximális biztonság és a vezetés valódi élménye. Az új Kona Hybrid megérkezett. Új Kona Hybrid már 6.990.000 forinttól. Fejlődés nem a véletlen műve. A történelem formája. Mi a Hyundai-nál autókat gyártunk. Előtte kikötőket építettünk, amihez az acélt is mi állítottuk elő. De mindezek előtt újjáépítettük országunkat, Dél-Koreát. És most itt vagyunk, készen a következő fejezetre. Vár ránk a jövő! Új Kona Hybrid már 6.999.000 forinttól. Lucky, lucky, lucky me, I'm lucky.
for fun. Lucky, lucky, lucky me. Even. Szerencsés fickó. Hiszünk a mindennapok hőseiben. Hyundai Tucson. Hyundai SUV modellek már 4.649.000 forinttól. Részletek hyundai.hu. Új Peugeot 508 SV. És önt mi hajtja? Engedje szabadjára fantáziáját. Képzeljen el egy autót, amely időtálló megjelenésével figyelmet követel, és minden részletében tökéletes. Kivételes vezetési élményt nyújt, és benne páratlan kényelem veszi körül. Hibrid lévén pedig tökéletes egyensúlyt alkot a természettel. Jó dolog álmodozni, de ez már a valóság. A legendás Toyota Camry most alacsony kibocsátású hibrid hajtással tért vissza.